Pédesz Járász díjas játék került ismét a polcokra, varázslók szerepében mentettek meg mágikus állatokat, és a kávétok mellé is ajánlunk néhány finom süteményt. Sziasztok, Barbie vagyok, ez pedig a Game Percek sorozatunk 9. része, ahol beérkezéseinkről, újdonságainkról és a Game Clubba kapcsolatos híreinkről mesélünk nektek. Újra kapható 2023 év játéka a Dwarf Romantic. Ráadásul a játék nem önmagában érkezett, hanem befutott vele egy mini kiegészítő is. A malom kiegészítő két új kártyát és egy malmot ad a játékhoz, amivel extra pontokat tudtok szerezni egy-egy játék végén. Érdemes lesz emiatt figyelnetek minket a social media felületeinken, illetve a rendezvényeken, mivel ez a kiegészítő önmagában nem lesz kapható, de ezerféleképpen megszerezhetitek majd. Ezen kívül beérkezett végre a sajtra szállás is, ahol mindannyian egy kis patkány csapattal próbáltok eljutni a holdra, ami természetesen sajtból van. A játék egyedi látványvilággal, újszerű lépésmechanikával és izgalmas versennyel várja azokat a játékosokat, akik nem félnek a guberálástól és az űrutazástól. Amennyiben pedig többet szeretnétek megtudni a játékról, nézzétek meg rövid bemutatónkat. A beérkezések mellett bejelentéseink is vannak, és van egy, amiről már múlt héten leholt a lepel. Antoine Bauza és Bruno Catala neve ismerős lehet, ha szeretitek a két fős játékokat, olyanokat, mint például a Hét csoda párbaj. Új játékuk a Gyűrűk ura, párbaj közel földért, amit egyik oldalról a Gyűrű szövetségének vezetésével, másik oldalon Sauron seregeinek irányításával vívhattok meg. Az aszimmetrikus játékmenet, a Gyűrűk ura tematika és Vincent Dutré illusztrációi mind gondoskodnak a páratlan játékélményről. Persze van két olyan bejelentésünk, amiről sokat még nem árultunk el, bár az egyiket sejtettétek. Az első bejelentésünk egy kiegészítő, amire talán már sokan vártatok. Főleg, ha szeretitek a kávékat és a sütiket, ugyanis a koffirás megkapja az első kiegészítőjét, a Piece of Cake-et. Ebben a kiegészítőben a süteménylapok és süti rendelések igencsak megkavarják a kávézók működését. Alkalomról alkalomra a vendégek megkívánnak némi édességet, amik elkészítésért különböző bónuszokat adó kártyákat szerezhettek, amiknek a felhasználásával jócskán fellendíthetitek a bizniszt. Azt még elárulhatom, hogy magyarul Habatortán címen fog megjelenni a kiegészítő. A másik bejelentésünk az Animals Gathering, egy olyan társas játék, ahol különböző varázslatos állatokat élesztettek újra, különleges kristályok segítségével. Ebben a 2-től 5 főig játszható családi játékban fontos lesz a szedgyűjtögetés, a kocka használat, a lapka lehelyezés és még a szerencse feszegetése is. Látványos játékelemek, különböző pontozó és taktikai lehetőségek biztosítják számotokra azt, hogy ti lehessetek a legnagyszerűbb állatmentő varázsló. Végül beszéljünk kicsit azokról a hírekről is, amik nem csak az újdonságainkhoz kapcsolódnak. Két hét múlva május 18-19-én kerül megrendezésre a Comic-Con társ rendezvénye, a Board Game Expo. Rengeteg asztallal, újdonsággal, kedvezménnyel és nyereménnyel várunk benneteket, úgyhogy semmiképpen se hagyjátok ki. Ezen a héten is lesz mit figyelnetek közösségi oldalainkon, ugyanis a Dwarf Romantic visszatérése alkalmában nyereményjátékot hirdetünk Instagram oldalunkon. Itt akár a mini kiegészítőt is beszerezhetitek hozzá. Ennyi lett volna már a Game Percek, találkozunk jövő héten is, addig is próbáljatok ki minél több játékot, és jussatok el a holdra. Jó játékot kívánok! Ha tetszett, amit láttál, akkor mindenképp iratkozz fel YouTube csatornánkra, kattints a videó alatti csengőcskére, ha értesülni szeretnél legújabb videóinkról, tartalmainkról. Emellett kövess minket közösségi oldalainkon is, Facebookon, Instagramon vagy TikTokon. Ha pedig értesülni szeretnél legújabb újdonságainkról, akcióinkról, akkor iratkozz fel hírlevelünkre. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!